Második telephelyét nyitotta meg városunkban a Daniella villamosság. A 30 éves tapasztalatot a háta mögött tudó, magyar tulajdonosi körrel rendelkező vállalat egy évtizeddel ezelőtt érkezett Székesfehérvárra. Akkor a Tobak utcában nyitotta meg első üzletét a Daniella villamosság, amely olyan eredményes volt a vállalat számára, hogy mindenképpen szerettek volna tovább terjeszkedni a városban. 10 évvel ezelőtt nyitottuk meg az első telephelyünket itt Fehérváron, és az első között volt ez a telephely, amelyik átlépte az 1 milliárdos forgalmat, és ez egy nagy visszaigazolása volt a régiónak, a városnak, és ezért úgy gondoljuk, hogy eljött az idő, hogy egy újabb szintre lépjünk. A cég újonnan nyílt második szaküzlete a Szent Flórián körúton kapott helyet. A 4 hónap alatt kialakított telephely az általános villanyszerelési termékek kereskedelme mellett tanácsadói, mérnöki, tervezési és automatizálási feladatokra is felkészült. Fontos, hogy mind a vállalkozások, azon belül pedig mind a szolgáltatások fejlődni, növekedni tudjanak, és a verseny az jó, azt gondolom mindenkinek, leginkább persze a fogyasztónak, de a szolgáltatások színvonalának emelése pedig magát a város gazdaságát, de a mindennapok életét is színesebbé és gazdagabbá tudja tenni. Ugye Daniella már itt van 10 éve Székesfehérváron egy üzlettel, akkor ez egy megelőlegezett bizalom volt, most már ennek az egy évtizednek a tudása ott van, amikor a cég úgy döntött, hogy megnyit egy második üzletet. Cserpalkovics András hozzátette, sok vásárlót kíván az új szaküzletnek, hiszen ha a szolgáltatást a környékben élők igénybe veszik, az egyet jelent azzal, hogy a régióban sok építkezés és ingatlan fejlesztés történik, vagyis a helyi gazdaság is növekszik.